Tömörkény István, A szent hét a homokon. Hát igen, a téli ünnep más, mint a tavaszi. A tavaszi vidám, nevetgélő, játékos, a tanyakertben szinte csilingel a sok virág, nyílik a rózsa, a szarka cserreg az útszélen a gyenge akác tetején, és az ég kék tisztaságában valódi fényességek uralkodnak a nap is nevet és érlel. Növeszt mindent, mert jól tevő, s reggel, amikor fölkél, őt köszönteni szokás. A kácsák is köszöntik mondván gá, a kutya pedig ásít s lerázván szőréről a harmatot kis fertáj órára aludni tér. A füstök a kéményből magosan fölereszkednek, azután a tópartjára csapódva a nádas alatt a vízre borulnak szép az ilyesmi nagyon. Már a téli ünnepnek egészen más formája van. Álmos fellegek fekszenek rá a világra, minden madár elmaradt, csak a varjú jár kell csapatostul, és szedi ki az őszivetésből a magot, ha éri. A veréb is bement a tanyákról a városba, úgy reméli ilyenkor a kis elárvult, hogy ott talán inkább talál eleséget, ha igaz, bár efelől a verebek eddig elé nem nyilatkoztak. És hidegek vannak. A szél úgy zúg végig a határon, mintha a boszorkányok söprenének nagypéntek előtt való napon. A tanya úgy szokott leginkább fölépítve lenni, hogy vagy háttal, vagy égkel álljon az északi szeleknek, mégis keresztül járja a hideg, s csak a bogja kemence melegében mutatkozik megfelelő segítség. A gyerek, ha ki is megy a szobából egy kicsit szaladgálni, nagy hamar visszajön, mert vörösre szít keze elgémberedik, és borzongva mászik be a kuckóba, amúgy is ott lévén a gyerekeknek a helye egy úcska szűrőn. Ott alhat nappal is, bár hiszen olyan hosszú éjszakák talán sehol sincsenek a kerekvilágon, mint amilyenek ilyenkor adódnak elő. Hát csak ugyan kevés a nappal, szinte elszökött alig virrad, már is alkonyodik, mint mondani szokás. A szobában hamar beáll a félhomály, mert a kicsi ablak amúgy nem sok világosságot eresztene be, ha volna is belőle. Az emberek egyebet nem tehetvén, szomszédolni járnak ilyenkor, s ülnek a sötétes szobában, a kemence patkáján, pipázva olykor, bár nem minden ember szeret pipázni, ha nem látja a füstjét olykor szól valamit egyik vagy másik, de leginkább hallgatnak is, mindenki arra felé járatja az elméjét, amerre éppen neki tetszik. Ennek a foglalkozásnak a neve darvadozás. Hogy miért ez a neve, azt valóban nem lehet tudni. Untig elég ebből annyi, hogy a szótlan estéli pipázásnak nyáron szunyogálás a neve, télen pedig darvadozás. Hát ez így van, és jó sokáig el is darvadoznak az emberek, hogy minél későbben kelljen a lámpát meggyújtani. Ebben minden esetre a takarékosság is irányadó, de azután is, hogy nagyon messze kell menni világító olajért, ha elfogy. Nincsenek boltok az utcasarkokon, mert az utcasarkok sincsenek. A tatar meg már kezd egészen kiveszni, csak elvéfe található imit, amot. Lapos kisedény, amibe zsírt vetettek, meg egy vászondarabot összesodorva, az őskor gyertyája volt ez, amely fönt maradt máig, magnak a múltból, de most már diadalmasan rágázolt erre is a petróleum. Nem sokáig ég azonban ez sem. Lefekszenek hamarosan, hogy minél későbben keljenek föl. Hogy tudnak-e aludni e nagyon hosszú idők alatt? Valószínű, hogy tudnak. Munkaidőben meg aratás idején ugyanis alig alszanak, ilyenkor pótolják. Mormota élet. Ha nem volna benne egy kis nappali téllábolás, téli álomnak lehetne nevezni. Mert mit tudjon csinálni egyebet? Még a nappalt is nehéz eltölteni. Amikor a tél a tanyaiakat beszorítja a házba, az asszony előszedi a varnivalót, a fosztani való tollat, ezzel elbíbelődik valameddig de már fonalat nem eresztenek. A rokka is tűnőben, akár a talpas, akár a kerekes. Ha van is belől, fönt hever a padláson, vagy a kamra sarkában, már ezen a vidéken otthon szövött holmi nem készül. Az ember is csak úgy van, hogy nem tud mit csinálni. Ha a köszörű köves állónak kitört az őszön a lába, farag neki újat. A baltába is készít nyelet, ha a puszta szélén találta nyáron gyűrűcebokrot, s vágott belőle néhány szálat, azokat most kisütögeti dróttal pipaszárnak. Egyben az eltört tajtékpipát is egybeönti ismét ólommal, s hosszú szeget is farag az asszony kedvtelésére, mert az ereszet aljába ilyen szegekre kell akasztani nyáron a túrós kendőt, nem ámvas szegre okos városiak mert attól a kendő megrosdásodik. Az ilyen munkák is elfogynak azonban apránként. Még legjobban a gyermekek vannak, mert azok eltöltik a napot az iskolában. Valójában az egész napot töltik el, mert ott kint az iskolák is egészen más formájukban mutatkoznak, mint a városon. Messze van, különösen, ha nagy havak vannak, a nappal rövid, nincs ott semmiféle értelme sem annak, hogy még dére is hazajárjanak a gyermekek. Már ott a kényszerűség régen behozta az egyfolytában való tanítást, nem kérdezve felőle senkit, hogy tetszik-e vagy sem. Tarisznyában viszi a gyerek az ebédet, azaz, hogy belefér az a zsebbe is. Ilyen kevés föntléthez nem is igen kell sok étel ez az iskolaidő csak akkor marad el, amikor közeledik a szent hét. Jönnek az ünnepek. Még egy kicsit messze vannak, de már jönnek, napról napra közelednek, s a gyerek is érzi, mert bár nem régi a karácsony faszokása, de kijutott már a távolpusztaságok alacsony tanyaházaiba is. Ott ugyan nem úgy titokban készül, a papírosból való láncot maguk a gyerekek készítik, s még rájuk is szól az anyjuk, de sok lisztet pocsékoltok el ahhoz a kovászhoz, hé! Mert csak ugyan, szörnyű nagy buzgalommal ragasztják a láncokat a gyerekek, már csak úgy a régi írkák színes táblájából, de hiszen nem is a papirost kell itt nézni, hanem a jó akaratot a Jézus ünnepe tekintetében. Még az apjuk sem szólhat ellen komolyan semmit, pedig az aprók már annyira összekovászolták az asztalnak mind a négy szélét, hogy amikor egy kis dohányt vágna az apjuk, a száraz kovász még a vágott dohányba is belekeveredik. Bár lehet, hogy jobb ízű lesz attól, mert abba meg már megint tökéletesen beleállapodhatunk, hogy mostanában igazán éghetetlen jó dohányok teremnek, így mondván a tréfa beszéd is. Ami az ajándékokat illetni a bőjt napján, az nem igen szokásos. Még valami kis fenyőgajat talán visznek ki a városból a karácsonyfának, mert odakint nem terem egy fa sem olyan, amely télire el ne hullatná a levelét. De hát mi volna venni való? Cifraságra nem adózunk, ami téli ruha kellett, meg apró csizma a gyerekeknek, azt már hamarabb meg kellett venni, meg föl kellett húzni, ugye bizony? Az meg valóban furcsaság volna, s nevetség gyanánt menne róla szó a tanyák között, ha boltban vennének játékot a gyermeknek, amikor játékot különbet senki csinálni nem tud, mint maga a gyerek. Elég oda egy-egy pénz ára cukor is, különösen, ha az savanyú bombom. Valóban, a böjtnapra való fölvirradás ilyen körülmények között történik. És ezen a böjtnapi délelőttön, már sem gazduram nem vághatna dohányt az asztalon, sem pedig a gyerekek nem ragaszthatnának kovásszal papírdarabkákból a szentek láncait, mert most az asztalt a gazdasszony veszi uralma alá. Ehhez egy kis korán is kell kelni, mert az ünnepi kalás gyúrása következik. Ez nem kis munka, és mondja az ember is, omlósra gyúr csak omlósra, és ha éppen csak ez volna a dolog. De a diós patkó meg a rétes is készül, továbbá a mákos. A gyerekek törik a mákot, a diót, néhó rézmozsárban, amelynek csilingelése ünnepi ebédek készülésének a muzsikája szokott lenni, de jó ahhoz a famozsár is nagyon, ha megvan vasalva. Elvégre nagy ünnep ritkán esik, s egy rövid ember életet egy famozsár is kiszolgál. No, nincs mit tagadni rajta, ez sok szép és finom étel, amik azonban előbb megérdemlendők. Erre való a bőjt, és benne a csöndes elgondolkodás a föld felettihez. E napon mindössze kása az ebéd, olajos kása, a jó napra forgó virág adja hozzá az olajat, ami jó olajocska, de nem ajánlatos vele bőven bánni, mert akkor majd nem tudják ám az éjféli ünnepen énekszóval dicsérni az urat az illetők mivel hogy a napraforgólajtól elreked az ember. Az éjféli ünnep, a délután, a kora alkonyat és az est ennek a várásával telik el. A gyerekek tisztelettel és félelemmel gondolnak rá, tágra nyílt, álmodozó szemük rejtelmes dolgokat sejdít. Ó, bizony, hiszen van kint hit, és a tágmezőkön az úr szent félelme uralkodik, mert tőle várnak munkájuk után minden eredményt. De a hit külsőségei ritkák. Együttes istenimádás, könyörgések elsóhajtása nem gyakori, mert nincsen hozzá közelben hely és alkalom. Olykor, évben egyszer egy búcsú, amikor megnyílnak a pusztakápolna vasvirággal kivert nehéz ajtajai. Álkin a mezőkön néhol templom is, de messze van, az út órák hosszáig tartod a kocsin. Emígy némely tanyában, leginkább özvegyasszonyoknál oltárt csinálnak a tiszta szobából, a környék asszony népe imádkozni oda jár, de ezek a féle babonaságos dolgok. Mesék kötődnek az ilyen oltárokról, s utóbb még helypénzt is szednek. Már az éjféli mise, karácsony titokzatos éjjelén, amidőn a csillag kigyulladt, Jöttek a napkeleti királyok, és feküdt a szénán Jézus. Szénán feküdt, miokból a karácsonyi asztal alá szénateendő, teendő, és nem is szabad az új esztendő napjáig kivinni onnan. Ilyenkor a sötét éjfélen földgyúlnak az iskolában, a lombjukat vesztett nyárfák alatt a szerény petróleumlámpák, a padokat kihorták az iskolából, s az embernevelésnek a homokbuckák közé bújt egy éjszakára templommá alakul. Ha akad pap, aki vállalkozott az útra, s kiutazott a tanítóhoz, mi se is van. Ha pap nincs, a tanító prédikál, beszédet mond és közösen énekelnek, mert a nap nem újjon el ünnep és ünneplés nélkül. Az iskola sarkán a kis harang, amely délben szól, s esténként az úrangyalát szokta mondani, most az éjszakai nématájban éles hangjával belekiáltoz. Az emberek a tanyákban megindulnak. Ködmön, suba és sipka nagyon ajánlatos. Az asszony a gyerekeket bugyolázza, valaki házőrzőül marad a kutyával, a többi, támaszkodván homokjáró nagybotokra, megindul. Szűnös szüntelenül szól a kisharang, Szinte rázza és kelti az embereket. Gyertek, emberek! No, mennek is, az iparkodás ellen semmiféle panasz nem lehet. Ketten-hárman lépnek ki egy-egy tanyából, de közön már megszaporodnak, mert most mindenkinek az útja egyfelé vág. Így haladnak. A gyerekek bukdácsolnak egy kicsit, ha nincs hó, a sötétben, ha hó van, a hóban. Jobb, ha hó van, mert a hó világít és látni lehet mindent. Egy kis beszéd is esik útközben, és például mivel, hogy Ménesi János tanyája egészen az útszére esik, nem volt tiszta eszű az apja, hát tréfásan bezörgetnek az ablakon. Gyüttöke már lusták? Ez természetesen tréfa beszéd. Tudni való ugyanis, hogy Jánoséknál várandó az asszony s alig, ha nem a kisdeddel egy napon születik meg a jövendő kis ménesi. Hát ezen is lehet egy kicsit beszélgetni. Mert azzal telik az idő, s apránként az iskolához érnek, és az ajtón a subákkal féloldalt bekeszegelnek. Jönnek erről is, Amarról is, mire megtelik a ház, kezdetét veszi az ünnep, és az állati bőrökbe öltözött tanyalakók mély hangú éneke kihallatszik az alacsony födél alól az éjjitájra. tájra. Kupacok mögött, árkok oldalában sovány téli nyulak figyelve ütik föl a fejüket, azután, azután pedig, hogy az énekek sokasága elhangzik, az ünnepnek vége, egyesztendő múltáig már nem lesz belőle több ilyen megint haladnak vissza a tanyák felé, a bőjt napja elmúlt, letelt, ha a kalács kisült, bizonyosan még meg is kóstolgatják otthon. Ha, mondja Tóth Barnapál, Nini, hát csak ugyan? Azám, hogy ménes jég tanyája előtt elhaladának, vékony gyereksírás hallatszik ki a szőnyeges ablakú virágos szobából az útra. Lám, Ménesi Jánosék tanyája fölött is kigyúlt a csillag. No, ez szép napon született. Véli tótbarna, s ezen az asszonyok fölöttébe elgondolkoznak. Vajon mi sorsa lesz neki? Az anyja mire neveli föl? De azután gondolataikkal megint csak az ünnepre térnek, s előbb halkan, majd erősen fölhangzik az ének a szent már az égi madarak és erdei vadak őtet imádják és magasztalják. A távol honvéderdő bús kopaszfái közül lassan verődik vissza az ének utolsó szava. És magasztalják. Tolnai világlapja 1914. 52. szám